A Nyíregyházi SC Vásárhelyi Pártechnikum és a Svitelszki Magyarország Kft. Közötti szakmai kapcsolat kiépítésének első stratégiai lépéseként egy együttműködési megállapodással 4 fő 11. évfolyamos magasépítő technikus tanuló összefüggő szakmai gyakorlatát biztosította, valamint vállalta az iskola vezetésével közösen kiválasztott szaktanterem felújítását, melyben a szakmai gyakorlatokat teljesítő diákok is részt vettek. Nekünk fontos az, hogy az utókornak a képzése, tehát a szakmai utódainak a képzésébe részt vessünk. Tehát az iskolapadok között kaphatnak egy nagyon jó elméleti oktatást, de ahhoz, hogy ez egy komplex tudás legyen, ahhoz kell a szakmai gyakorlat is. Mi erre biztosítunk lehetőséget az itt tanuló létszámban, nyilván nem a 600 embernek, mert maga Svitelszki is nagyjából akkora létszámmal dolgozik, mint amekkora az iskolának a tanuló létszáma, hanem az arra érdemesekkel gyakorlatilag egy továbbképzést, vagy lehetőséget adunk arra, hogy az elmélet után a gyakorlatban is kamatoztathassák a tudásokat, és szedjenek össze új ismereteket. A Svitelszki Magyarország Kft. Támogatása nagy mértékben hozzájárul az építőipari ágazat terén folyó oktatás színvonalának emeléséhez. A megújult környezetben a diákok megismerkedhetnek a cég tevékenységi körével, valamint a referenciáikkal. A tanterem kivitelezése különleges módon egy üvegpadló résszel mutatja meg a 20. század elején épült poros üveg boltozat kialakítását, melyről már Gurbánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt televíziónk számára. Nagyon fontos, hogy a szakképzésben az iskola a duális partnerrel együttműködve végezze a képzést, így kerülhetnek ki megfelelő létszámban jól képzett szakemberek. Az Évisz mindig is törekedett arra, hogy építőipar, víz, hogy környezetvédelem területén nagyon jó középvezetőket képezzen. Most egy újabb szaktanterem teszi lehetővé, hogy az iskola által végzett ágazati alapoktatás ilyen környezetben jöhetett létre. Körülbelül 5 millió forint értékben történt ez a felújítás, ahol felújították a tantermet, és a tanterem egyik érdekessége, hogy egy kis területen meghagyták a régi épület maradványokat, ahol jól szemlélteti, hogy hogyan találkozhat a régi és az új technológia, és hát meg tudják ezt is mutatni a tanulóinknak. A másik üzenet, hogy a Svitelszki Magyarország szakemberei között nagyon sok évizes diák van, aki most a régi iskolájára visszatekintve, figyelemmel kísérve az ott folyó munkát segíti az egykori iskoláját. Én bízom abban, hogy olyan képzés folyik ebben az iskolában, hogy nagyon sok évizes diák majd később ugyanígy vezetőként visszatérhet ebbe az intézménybe, és ezzel biztosíthatjuk azt, hogy folyamatosan jó szakemberképzés van ebben a városban. A főigazgató hozzátette, az elmúlt időszakban számos változás történt a szakképzésben, amelyhez a város támogatása az infrastruktúrális fejlesztéseken túl a szakmai együttműködésekben is érezhető. Érdemes megnézni az iskolát az udvarral is bezárólag, nagyon komoly forrást nyertünk, nem is tudom, már 2-3 évvel ezelőtt fejeződött be, de hát ugye mindig vannak olyan dolgok, amik a soron következők. Itt most nagyon örülök, hogy a Svitelszki egy nagyon komoly színvonalas építőipari cég, akinek a mérnökei közül többen itt végeztek az Évízbe, kialakított egy stratégiai együttműködést az iskolával. Ennek keretében szakmai gyakorlatra fogad diákokat, de most itt vagyunk, egy gyönyörű tantermet újított fel. Ez nagyon fontos, hogy a szakképzésnek az infrastruktúrális háttere meglegyen, a legfontosabb a tanárikkal természetesen, de milyen körülmények között zajlik. Az önkormányzat, a városvezetés mindig kiemelten támogatja a képzést, minden iskolára igaz ez. Szakképzésre most talán egy kicsit fokozottabban, mert beindult, és hála Istennek megy előre a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztési program. A polgármester hozzátette, a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztési programban a szakképzett munkaerő biztosítása nagyon fontos prioritás, éppen ezért folyamatosan segítik a szakképzési hátteret, és ezért újulhatott meg idén az INCEDI, de a következő évekre is vannak konkrét tervei az önkormányzatnak.